Javában zajlanak a munkák Nagykőrös új piac csarnokánál. Már most látszik, milyen mutatós és egyedi csarnok épül a régi helyén. A korábbi piactér már nem felelt meg a mai kulturált vásárlási igényeknek. Az árusító helyek, bódék nem voltak egységesek. Arról nem is beszélve, hogy a nyitott, fedetlen piactér sem az árusoknak, sem a vevőknek nem volt komfortos. Azt gondolom, hogy megérdemlik a nagykörösiek is, hogy itt egy olyan piac legyen kialakítva, amit télen-nyáron igénybe tudnak majd venni, és ezért építettük ezt a csarnokot. Ez a csarnok nem egy szokványos csarnok, ezt a Szent István Egyetem ívő karának az egyik tanára készítette. Korábban a diákok már 5 látványtervet készítettek, és azoknak a tapasztalatait leszűrve épül ez most meg. Az új piac csarnok üvegfalú. A külső részen hatalmas betűkkel lesz kirakva a piac szó, ami még különlegesebbé teszi az épületet. A belső tereket, az árusító standokat egységesen alakítják ki. A termelők, kereskedők zárható, vízzel, villannyal ellátott, egymással harmonizáló pavilonokban kínálhatják áruikat. Nem csak a zöldség gyümölcsárusok, de a húsféléket kínálók és a lángosos is kulturált, szép új helyet kap, sőt külön kis étkező részt is kialakítanak, ahová lépcsőn lehet majd felmenni. A termelők, kereskedők nagyon örülnek az új piac csarnoknak. A polgármester azt mondja, hatalmas az érdeklődés az árusító helyek iránt. Akik korábban itt árusítottak és kitartottak, mert itt a szabad ég alatt meghúzva magukat tovább folytatták az árusítást, ők előnyt élveztek, ők kevesebbet is fizetnek fél éven keresztül, de sajnos újakat már nem tudnak befogadni, mi nem adjuk el ezeket a pavilonokat, hanem csak bérbe fogjuk adni. Még annyit tudok mondani, hogy amit ígértünk, be is tartjuk, nem fogjuk a tarifát emelni, tehát ami helybérleti díj volt korábban, ugyanannyi helybérleti díjat fognak most fizetni itt az árusok. Nagykörös 600 millió forint kormányzati támogatást kapott az új piaccsarnok építéséhez, sőt ebből a 600 millió forintból a Temetőhegyi lakópark útépítése is megvalósulhat, tette hozzá a polgármester. A szép új nagykörösi piaccsarnok heteken belül elkészül, mint az építés vezetőtől megtudtuk, a tervek szerint február végén, március elején minden munkával végeznek.